Két pályán zajlottak a mérkőzések, a játék pedig egyenlő volt a jótékonykodással, a győri Leo klub ugyanis az első röplabda kupa bevételét jótékony célra ajánlotta fel. Közeleg a karácsony is, és ezáltal így a jótékonykodásnak is célja van, és természetesen a játék is, mivel barátaimmal vagyok itt, és a mozgás a lényeg. Általában embereket szoktunk támogatni, viszont a győri állatmenhelyhez mondjuk kutyát sétáltatni szoktunk menni, illetve néha viszünk nekik tápot. Most viszont úgy gondoltuk, hogy egy rendezvényünket felajánlhatjuk az állatoknak is. A Leo klub ezúttal egy győri állatvédő alapítványt és az állatmenhelyt támogatta. Az emberekért sokan gyűjtenek, az állatokért kevésbé. Az emberek tudnak szólni, hogyha valami gond van, az állatok nem. És adományra, mi adományokból non-profit szervezet vagyunk, tehát nekünk nincsen fix bevételünk, úgyhogy ezért jó, hogyha támogatnak minket. Mi mindig gyűjtünk, mi tagok magunknak, a saját erőnkből, amit tudunk, és akkor ezeket a felajánlásokat nagyon szívesen vesszük. Az alapítványnak egy kutyaszállító boxra lenne szüksége. Ez azt fogja segíteni, hogyha sérült kutyákat hozunk el, vagy egyszerűen szállítani kell kutyát. Ugye itt nem csak arra kell gondolni, hogy most 10-20 kilométert, hanem esetleg, hogyha Borsodba kell menni, felvéve az országos csoporttal a kapcsolatot, akkor onnan is tudunk elhozni kutyát. Tizenhat csapat mérte össze röplabda tudását a hétvégén, a győri Leo klub pedig a jótékonykodási futás és a foci mellett a röplabda kupának is hagyományt teremtene a jövőben.